Mikor adhatunk, mikortól adhatunk vizet? Tehát itt az első kérdés az nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a kiskutyának, a újszülött kiskutyának szopni kell. A szopás időtartama minél hosszabb, annál jobb. Hogyha a szoptatás során azt vesszük észre, hogy egyre nyugtalanabbak a kiskutyák, nem elégséges a tej, vagy pedig ha még elégséges mennyiségű is már, ugye a 6., 7. héten még elégséges mennyiségű, de már beltartalma vízszerű, nem jó minőségű, tehát éheznek a kutyusok, akkor el kell kezdeni mellé táplálni. A mellé táplálás az már ugye a 4. héttől elindulhat, ez függ attól például, hogy hány kutyus van az alomban, minél több van, annál hamarabb elindulhat, és a mellé táplálás során már vizet használunk természetesen a higításhoz, de a valódi vízfogyasztás azért az 8. héttől indul, amikor már időnként már akár kis száraz tápot is kap a kutyus, na ahhoz már kell a víz. És hát a másik kérdés, hogy milyen vizet ígyunk, hát persze csak vizet, tehát én nem nagyon vagyok híve az ilyen extremitásoknak, hallom időnként, hogy a gletszer víz a jó a kutyusnak, meg a pea víz, meg ezek. Tehát én azt gondolom, hogy amit mi iszunk, az a kutyának is megfelelő, 8. héttől, amikor már a száraz tápot kap, akkor csapvizet igyon a kutyus.